Az Egyesült Államok kész akár 500 millió dollárt is elkülöníteni Ukrajna energiarendszerének támogatására, amelyet a hideg idő beáltával orosz rakétacsapások fenyegetnek, jelentette ki Geoffrey az Egyesült Államok energiaforrásokért felelős külügyminiszter helyettese videós sajtótájékoztatóján. Számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Pájt elmondta: Az Egyesült Államok korábban több mint 520 millió dollár támogatást utalt ki Ukrajnának energiaszektora támogatására, jelenleg pedig további 500 millió dollár kiutalása van folyamatban. Mint jelezte, a támogatások az energetikai infrastruktúra sürgős szükségleteinek fedezésére irányulnak. Új transformátorok felkutatásáról és beszerzéséről, valamint az energetikai infrastruktúra helyreállítására szolgáló termelő létesítmények létrehozásáról van szó. Az Egyesült Államok külügyminiszter helyettese azt is megjegyezte, hogy az USA az ukrán kormányjal közösen egy olyan decentralizált energiarendszer kidolgozásán fáradozik, amely teljes mértékben integrálódna az európai rendszerbe. Vladimir Putyin megpróbálta fegyverré változtatni a téli fagyokat, és eszközként használni az ukrán nép akaratának megtörésére. Biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy kudarcot fog vallani, mint korábban, jelentette ki Jeffrey Pyatt.